új látványosságok az állatparkban, 300 milliós fejlesztést terveznek Szarvason. Dürer nyomda, Várfürdő, Pálinka manufaktúra és a többiek, 5 kiváló gyulai márka is megkapta a Magyar Brands díjat. Különleges koncertélmény, teltház előtt lépett fel Miklós Erika a Csaba gyöngyében. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Hosszas előkészületek után 2016. novemberében került a közgyűlés elé a helyi védettségű természeti területekről szóló rendelet megújítása. Az előterjesztés része volt, hogy bárki javaslatot tehetett újabb természeti területek helyi védettség alá helyezésére. Takács Péter, az LMP képviselője azt javasolta, hogy az Andrássy úti platánsor, a Szent István téren található ostorfák és platánok, valamint az első világháborús hősi temetőhöz hasonlatosan a kastélyi temető is kerüljön védettség alá. Olyan személyek vannak ott eltemetve, mint a Hán család, azon belül Hán Lajos, az evangélikus lelkész és történetíró, valamint Vilém János a néptanító, és azt gondolom, hogy helyi védettség alá helyezéssel egyrészt sikerül ezeket a sírokat megmenteni, másrészt újra fásítással egy a szó legjobb értelmében vett temetőkertet lehetne kialakítani. Az enyhe idő és a tegnap lehullott mintegy 3 mm eső miatt a korábbinál kiterjedtebb a belvíz, ezért a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság újabb szakaszokon rendelt el készültséget. Az elmúlt 24 órában összesen 20 szivattyútelep üzemelt, ebből 2 folyamatosan működött. Kedden már 32 telep üzemelt a területen, ahol a vízfoltok javarészt a hirtelen felmelegedés miatt alakultak ki. A csapadéka még fagyos talajban nem tudott elszivárogni. Az elöntött terület nagysága közel 10.000 hektár, ebből 6.000 hektár a vetés és a szántó. A talaj felső 30 cm-e teljesen telített vízzel, a talaj fagy a szakemberek szerint 20 cm mértékű lehet. A Körösvidéki Vízigazgatóság területén 8 belvízvédelmi szakaszon tartunk készültséget a 10-ből. 2-n van másodfok, ami folyamatos szivattyúzást jelent. 6 belvízvédelmi szakaszon pedig szakaszos szivattyúzása. Továbbra is a Szent István Egyetem maradhat a fenntartója a Békés Csabai kampusznak, ha sikerül megújítani a helyi képzéseket, növelni a hallgatói létszámot, és a kormány kiváltaná a felsőoktatási intézmény úgynevezett PPP, vagyis a magánbefektetők bevonásával megvalósuló beruházások terheit. A fejlesztési lehetőségekről júniusig kormány előterjesztést kell készíteni. Erről és a területtel foglalkozó Modern Városok Program munkacsoportjának múlt heti üléséről kedden számolt be a város és a kampusz vezetése. Továbbra is fontos cél, hogy Békés Csabán megmaradjon a főiskolai alapképzés, fogalmazott Szarvas Péter. A polgármester szerint az utóbbi hetekben rosszindulatú híresztelések láttak napvilágot a főiskola sorsáról, ám leszögezte, a Békés Csabai felsőoktatásnak van jövője. A legutolsó munkacsoport ülésen arról született előzetes döntés, hogy a Gödöllői Szent István Egyetem maradna a fenntartó, de a továbbfejlesztés arról kell, hogy szóljon, hogy új képzéseket, alapképzéseket vagy esetleg felnőtt képzést be kell illeszteni az oktatási szerkezetbe. Be kell azt mutatnunk a kormányzat számára, hogy a működés során képződik-e veszteség. Ha igen, akkor egy takarékos működést feltételezve ez mekkora. Ennek a fedezetét a kormányzat elképzelhető, hogy magára vállalja. Békés Csabán erős a középiskolai bázis, például gépészeti és számítástechnikai területen. Ezekre felsőbb szinten is lehetne építkezni a város vezetés szerint. Akkor a fejlesztéseket itt nem kellene végbevinni, hogy ezeket a képzési formákat, ezeket elindíthassák itt Békés Csabán. Mi meg város meg azt tesszük mellé, hogy támogatjuk azokat a diákokat, akik ide felvételiznek, hisz kapják ezt a 100.000 forintos támogatást. Annak a kormányerő terjesztésnek, amelyet a városnak kell majd elkészíteni a Szent István Egyetemmel együtt, tartalmaznia kell például azt, hogyan lehetne megújítani a Békés Csabai kampuszt, az épület felújítástól a képzési struktúra újragondolásáig. Az informatikai képzés, informatika, műszaki képzés
vagy ugye a polgármester úr is említette, a nyomdász képzésben lehetnek olyan irányok, amelyeket meg kell nézni, hogy a Szent István Egyetem hogy tud ebben együttműködni, illetve milyen formában lehet ezt beilleszteni a meglévő kínálatba. Az is elhangzott, hogy a Szent István Egyetem több csatornán keresztül próbálja megszólítani a diákokat, például nyílt napokon. A következő ilyen február 8-án délelőtt lesz a Békés Csabai kampuszon. 12 új pihenő a lombkoronák között, bővülő állatállomány és egy új kikötő. 330 millió forintból újul meg a szarvasi Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark. A szakemberek azt várják a komplex turisztikai fejlesztéstől, hogy jelentősen nő a látogatók száma. Onnan fog indulni az ártéri lombkorona sétányunk, mintegy 160 méteren a Szürkenyárnál kezdődik, és hátul a Fehérfüzeknél fog véget érni. A tervezett fejlesztéseket mutatja a Nemzeti Park igazgatója. Tírják László elmondta, összesen 12 pihenő nyújt majd lehetőséget a 6 méter magasságban húzódó sétányon a lombkoronában élő úgynevezett légykapó madarak megfigyelésére. Hozzátette, a Szarvasi Állatpark állatállománya fajgazdagság tekintetében már most is egyedülálló az országban, és ezt a jövőben tovább bővítik. Ez Magyarországon ebből a szempontból egyedülálló, hogy a Kárpát-medencei természetes vadállományát kívánjuk bemutatni, de például jávószarvas, vagy ehhez kapcsolódóan olyan fajok, amik ma még nem léteznek, ezeket mind be szeretnénk majd a parkba mutatni. A több százmilliós, 100%-ban Európai Uniós forrásból 6 főfejlesztést terveznek az üzemeltetők. Bővítik a látogatóközpont épületeit, és egy kikötőt is építenek. A környezetügyért felelős helyettes államtitkár elmondta, a beruházástól a látogatók számának jelentős emelkedését várják. Jelenleg körülbelül 20 ezer látogatót fogad a Körösvölgyi Állatpark, az itt lévő látogatóközpont, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságnak az objektumai. Ezt a látogatószámot meg fogja duplázni az igazgatóság, tehát mintegy 40 ezer látogatóra számít a fejlesztések eredményeként. A várhatóan 2019-ig tartó építkezések ideje alatt a látogatók továbbra is zavartalanul tekinthetik meg a park 27 hektáros területét. Hogy lehet egy jó ötletből olyan sikeres vállalkozást létrehozni, ami akár a nemzetközi piacon is megállja a helyét? Többek között erről is tájékoztatást kaphattak azok, akik ellátogattak a Startup Békés Csaba című rendezvényre. A Roadshow mostani állomásán szó volt a női és a fiatal vállalkozók támogatásáról is. Megtelt érdeklődőke az Andrássy úti társaskör nagyterme. Az Életfa Kulturális Alapítvány elnöke már több alkalommal szervezett a startup vállalkozásokról szóló előadásokat, rendezvényeket. Ma olyan mértékben és mértékig gyorsul fel körülöttünk minden, hogy ha nem gondolkodunk el azon, hogy mi is ez valójában, akkor véglegesen lemaradunk. Tehát ma tulajdonképpen iszonyatosan sok jó lehetőség nyílik meg, amelyekre, ha nem figyelünk oda, akkor egyszerűen elmennek mellettünk. A szakemberek arra hívták fel a résztvevők figyelmét, hogy a startup ötletek mindössze 25%-át valósítják meg nők. Ezen szerintük sürgősen változtatni kell, ezért is segítik előszeretettel a nők által létrehozott vállalkozásokat. Akinek valami kis ötlete van, vagy ötletmorzsája van a fejében, és próbál valamit ezzel, szeretne ebben az irányban elindulni, azoknak mindenképp javaslom, de akinek kész vállalkozása van, és szeretne tovább lépni, azoknak is újdonságokat tudunk mondani, néha nem csak az itthoni példákra építve, hanem nemzetközi tapasztalatok alapján is. A csapat kezdő és gyakorlott vállalkozókból, befektetőkből és mentorokból áll. Olyanokból, akik maguk is aktívan építik cégeiket, kezdeményezéseiket, és szívesen megosztják tudásukat, tapasztalataikat. Kiemelt figyelmet szentelnek a fiatal vállalkozóknak is. Ha jól tudom, pont Békés Csabaiak. Volt egy fiatal vállalkozó és társa, Szabó Dávid, aki jelenleg Londonban dolgozik a Momentum nevezetű cégével, és őket a nagyon korai szakaszában támogattuk. Még az Egyesülettel, illetve jó magam külön mentoráltam őket. A Budapest Launchpad Egyesület ingyen segít, de természetesen felajánlásokat is szívesen fogadnak. Saját weblapjukon vagy a legnépszerűbb közösségi oldalon várják az érdeklődőket. Öt kiváló magyar márkát ismertek el Magyar Brands kiváló fogyasztói márka díjjal Gyulán, kedden a Városháza dísztermében. A szakemberek szerint országosan is egyedülálló teljesítmény, hogy egy adott régió ennyi kiváló magyar márkát tudhasson magáénak. A kitüntetett gazdasági vállalatok között önkormányzati és magántulajdonú cégek is szerepelnek.
Folyamatosan dolgoznak a gépek a gyulai Dürer nyomdában. A 87 főt foglalkoztató vállalat a negyedik legnagyobb hazai könyvgyártó, évente 5-6 millió könyvet nyomtatnak. Az itt előállított termékek 15%-a exportra, a fennmaradó rész magyar piacra készül. A 2016-os gazdasági évet 3,5%-os árbevétel növekedéssel záró vállalat 2010 óta szinte minden évben, így idén is elnyerte a Magyar Brands díjat. Arra inspirál minket, hogy ezt felhasználjuk mind a belföldi, mind a külföldi piacokon való értékesítések során. Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy új lehetőségeket keressünk, új potenciális partnereket vonjunk be a mindennapi működésünkbe, és ezen számos kollégám dolgozik. Ennek a Superbrandsnek, Magyar Brandsnek pedig a marketing értékeit próbáljuk meg kihasználni. Az elismerő okleveleket a polgármesteri hivatalban vehették hát az idei díjazottak. Többek között a Várfürdő vezetője is, aki elmondta, a tavalyi év kiemelkedő volt a tekintetben, hogy a fürdő újra átlépte a 600 ezres látogatószámot, és gazdaságilag is pozitív mérleget zárt. Kun Miklós úgy fogalmazott, számára a Magyar Brands díj egy iránytű, ami utat mutat azoknak, akik a kiváló magyar termékeket, szolgáltatókat, szolgáltatásokat és minőségi termékeket keresik. Azt gondolom, hogy én is ezek közé tartozom. Ezek azok az emberek, akik értékelik a hazaiakat, értékelik azt, ha ismerik azokat, akik a terméket előállítják, akik a szolgáltatásokat nyújtják, és tudják, hogy amit kapnak, az biztos kezekből származik és minőségi termék. Azt gondolom, hogy a Magyar Brands ennek az elismerése. A kiváló márkát jelző elismerést szakmai bírálók és fogyasztói visszajelzés alapján ítélik oda. A Magyar Brands menedzsere elmondta, az országban is egyedülálló, hogy egy adott régióban egyszerre adjanak át ennyi díjat. Az mindenféleképpen kiemelkedik a Magyar Brands díjazottak mezőnyében is, hogy egy adott régió, illetőleg egy város egyszerre ennyi kiváló magyar márkát tudhasson magáénak. Díjat vehetett át még a Gyulahús, a Gyulai Pálinka Manufaktúra és a Deka Union Kft. Is. Az alpolgármester azt mondta, azon felül, hogy a díjazott cégek elviszik a gyulai név és, ahogy fogalmazott, a gyulaiság jó hírnevét, kiemelkedő adóbevételt is termelnek a városnak. Ezek a cégek bizony nagyon komoly adóbevétele a városnak. Ennek eredményeképpen is elmondhatjuk, hogy 2012 óta több mint 40%-kal nőtt Gyulaváros adóbevétele. A politikus szerint az a fajta alázat, amelyet az érintett gazdasági vállalatok képviselnek, valamennyi gyulai vállalkozó számára példaértékű lehet. A Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban rendezték meg a Zeisel Endre genetikai feladatmegoldó verseny első fordulóját Békés megyei középiskolások részvételével. A 2015-ben elhunyt orvosgenetikusról először neveztek el tanulmányi versenyt. A háromfordulós megmérettetés célja a szervezők szerint a diákok tudásának felmérésén kívül a csiszolatlan gyémántok felkutatása is volt. Szegedi Tudós Akadémiának pontosan az a célja, hogy 20 esetleg 30 év múlva legyen Szegednek ismét egy Nobel-díjasa, mert ugye tudjuk, hogy 77 évvel ezelőtt Szent György Albert érdemelte ki ezt a nagy kitüntetést. Ezt az építkezést most kell elkezdeni. Ennek az építkezésnek pontosan az a célja, hogy leeljük meg azokat a középiskolás korai egyetemista hallgatókat, akik csiszolatlan gyémántok. Az Andrássy Gimnáziumban nagy hagyománya van a magas szintű biológia oktatásnak, közel két évtizede emelt szinten tanítják a tantárgyat. Az intézmény vezetője azt mondta, szívesen adtak helyet a versenynek, egyrészt azért, mert az a szakmai profiljukba jól illeszkedik. A másik, hogy ennek a tudományterületnek egy olyan nagy ívű képviselőjéről, mint Zeisel Endre, még nem neveztek el és nem indítottak versenyt. A harmadik, hogy a kettő összekapcsolódhatott, mert a kollégáim fogékonyak voltak arra, hogy ezt megszervezzék. Zeisel Endre 2000 októberében matematika és genetika címmel tartott előadást Békéscsabán. A nagy sikerre való tekintettel ezután gyakran járt vissza a városba. 2015 februárjáig közel 50 előadást tartott a békési megyeszékhelyen. Három dolgban reménykedem. Az egyik, hogy ez a verseny, ami az országban most indul először, az Békéscsabához fog kötődni. A másik, amiben reménykedem, hogy több évtizeden keresztül fog tartani ez a verseny. A harmadik pedig, hogy ennek következtében sok-sok fiatal
ismeri meg a professzor úr tevékenységét. Én azt mondom róla, hogy az emberiség jó tevője volt. A Zeisel Endre orvosgenetikusról elnevezett verseny második fordulóját márciusban Gyulán, harmadik fordulóját pedig áprilisban Orosházán rendezik meg. Hamarosan Szlovákiában is fogható lesz Békés Csaba kereskedelmi televíziója. Az 1991-ben megalapított Csaba TV együttműködési megállapodást írt alá az Antik Telekommal, aminek értelmében a szlovák nézők is láthatják majd a műsorokat, ha előfizetnek a magyar csomagra. Magazinok, nemzetiségi és kulturális műsorok mellett helyi hírek láthatóak napi 10 órában a Csaba TV-n. Eddig csak Békés megyében voltak elérhetőek az adások, hamarosan azonban az országhatáron kívülre is eljutnak műsoraik. Meggyőződésünk, hogy a Csaba Televízió programja nem csak a Szlovákiában élő magyar háztartásokba és a magyar polgárokhoz jut el, hanem a szlovákokhoz is, akik így majd híreket, beszámolókat kaphatnak a Békés megyében és Békés Csabán élő szlovákok kulturális és más hagyományairól is. Békés Csaba polgármestere szerint a mostani megállapodással mindenki jól jár. Azzal, hogy a Csaba TV műsorát Szlovákiában nézni tudják, én úgy gondolom, hogy jól jár a szlovákság, jól jár a magyarság, jól járnak a békés csabaiak, és jól járnak a békés megyeiek is egyaránt, hiszen a kulturális hagyományok, a történelmi hagyományok ezt a két nemzetiséget összekötik. A helyi televíziók országos szövetségének elnöke elmondta, a tagmédiumok közül a Csaba TV az első, ami átnyúlik a határon. Lovas Tibor fontosnak nevezte, hogy jó minőségű műsorokkal jelenjenek meg a helyi tévék. Egyre jobbak vagyunk, de felelősségünk az is, hogy közösen hozzuk fel a közösséget egy minőségi szintre. Tehát az rossz üzenet, hogyha a Csaba TV mondjuk rosszabb minőségi műsort állít elő, mint mondjuk a Fehérvári Média Centrum, vagy a Debreceni, vagy a Pécsi, vagy a Győri, vagy mondhatnám most bármelyiket. Tehát előbb-utóbb közös minőségi szintet kell beállítanunk magunknak. A Csaba TV producere elmondta, további tárgyalásokat folytatnak majd arról, hogyan találják meg a közös pontokat a szlovák előfizetők és a műsorok között. Egyelőre a változás annyi lesz, hogy megpróbálunk a szlovák, a magyarországi szlovákság eseményeiből többet műsorra tűzni, több programon részt venni, több mindent bemutatni. Hozzátette, jövőbeli terveik ennél bővebbek, megvalósításukhoz azonban több időre van szükség. Emlékezetes koncerten lette meg a Filharmónia Magyarország a Csaba Gyöngye közönségét. A Kossuth Liszt és Prima Primissima díjas operaénekesnő Miklósa Erika és a Liszt Ferenc Kamarazenekar nyújtott felejthetetlen élményeket az érdeklődőknek. Egy országos sorozat újabb állomásaként adott hangversenyt a Csaba Gyöngyében Miklósa Erika és a Liszt Ferenc Kamara Zenekar. Az előadásra minden jegy elkelt. Nagyon nagy az érdeklődés az egész országban, viszont azt el lehet mondani, hogy Békés Csabán teltház van, sőt még a pócékek pócékét is eladtuk, tehát tulajdonképpen egy héttel ezelőtt már nem lehetett rá jegyet kapni. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar 1963-ban alakult Budapesten. Az együttes komoly nemzetközi hírnévnek örvend, a világ számos koncerttermében léptek már színpadra. A zenekar egyik alapító tagja és koncertmestere Rolla János, a zenekar jelenlegi művészeti vezetője. Miklósa Erika szopránként a világ szinte összes színpadán bemutatkozott már, azonban sokan a Virtuózok című műsor zsűri tagjaként emlékeznek rá. 1999-ig tagja volt a Magyar Állami Operaháznak, de fellépett Németországban, Olaszországban, Svájcban, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Angliában is. Azt mondta, szívesen készült és érkezett Békés Csabára a Liszt Ferenc Kamara Zenekarral. Boldogan álltam neki, és hát ez kell egy jó zenekar, aki ezt úgy, ahogy a Liszt Ferenc Kamara Zenekar eljátsza, vagy kíséri. Úgyhogy itt, ebben az a jó, hogy azon túl, hogy egy kamara zenekar van az hátam mögött, nagyon sok szolisztikus rész van. Tehát sokszor van az, hogy duettezem egy hangszerrel, akár a csembalóval, akár a csellóval, akár a hegedűvel, vagy a furujával. Szóval nagyon érdekes és szép zene. Az est folyamán Händel mellett Bach, Boccherini és Grieg művei csendültek fel.
híradónkat látták. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!